Most nem csak azt mondjuk önöknek, hogy egészségünkre, hanem egy másik invitálást egészséggel várjuk. Hogy kivel mondjuk ezt? Éliás Tibor természetgyógyásszal. És azt hiszem, hogy ez most egyben egy nagy ajándék is nézőinknek általában, és főleg azoknak, akik majd el is jönnek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem szoktam nagyon hencegni, de most már egyre több helyre hívnak az ország területén előadásokat tartani különböző természetgyógyászati területeken. Ugye az egyes számú fő szenvedélyem a méhkaptár termékei, méz, méhpömpő, propolis, pollen, stb. De az utóbbi években, és pontosan ennek a műsornak köszönhetően, és azért, mert önöket megismertem, és annyi gonddal kerestek meg, és mindegyik gondnak, ha bele gondolunk a gondokba, az alapja az volt, hogy az emésztéssel valamit tenni kell. Iszonyatosan csapnivaló, gasztroenterológus ismerőseiket kérdezzék meg, hogy merné azt mondani, hogy egészséges emésztőrendszerrel rendelkezik az ország? Nem. Valaki viccesen azt mondta, hogy 80%-a Magyarországnak rossz emésztése van, a 20% meg gyerek. Szóval én arra gondoltam, hogy nagyon sok, az óriási szerencsém, hogy nagyon sok jó tanárom volt. Nem akarok senkit sem. De ha elkezdem, akkor megsértődnek azok, jó, akiket nem mondok el. De kettőt mindenképpen el kell mondani, mert az egyik tanáromnak a versét szeretném majd elmondani. Rövid, de nagyon frappáns. A másik tanárom pedig, a mesterem, Béki László. Tehát akit egy egész ország ő, szeret, ő fertőzött hogy meg, és mindig mondta, hogy Tiborkám, mikor jössz már hozzám egy kicsit tanulni? És én sokáig hagytam magam kéretni, és amikor a családi tragédiák történtek, akkor úgy gondoltam, hogy én kertészettel kezdtem az életemet Kispesten, 6 éves koromban a Kuruc kertészetben, és 10 éves koromban már a Kuruc néni felajánlotta a szüleimnek, hogy vegyék meg nekem azt a hatalmas kertészetet, mert Tibike mindent tud. Én ma se tudok mindent, de igyekszem olyanokat tanulni, amit átadok. Mert hogy is mondta Tarasz Közi István verse? Akik tanítottak, őket is tanították. Akiktől kapták, ők is kapták. Akiket tanítottam, tanítsátok tovább. Akiknek adtam, adjátok tovább. Nos, én szeretnék ennek a felszólításnak, kérésnek eleget tenni, és tényleg a vidéki körutam során majdnem mindenhol csonttelt ház volt, több száz férőhelyes megyei művelődési házakban is. És úgy sajnálom, hogy Budapestre még nem hívtak sehova. Ezért arra gondoltam, hogy Na de hát azért számos előadásod volt. Volt, de ilyen nagyobb, ahol ilyen 2 órás kibontakozás van. Tudnélik, ne verjen meg a jó Isten, de gyerekkoromban sok betegségem volt, és az orvos bácsi mindig felírt valamit, szednem kellett, és akkor megkérdezem, ezt miért kell szedni? Azért, mert azt mondtam. És ez mit tartalmaz? Majd meglátod, jót. Na, ez engem nem elégített ki, viszont volt egy rajzfilm, egy orosz rajzfilm, amit nagyon szerettem, ahol a gyerek azt mondta, mindent tudni akarok, és én még mindig mindent tudni akarok, de nem csak én akarom tudni, azért akarom tudni, hogy átadhassam önöknek. Mert nem az a feladata, hogy maga gyógyítsa saját magát, az az orvos feladata, meg a természeté. Ők ketten, az Isten gyermekei tehetik ezt. Én csak közvetítő vagyok, a természet tudását megszerezve. Lehet, hogy fogok tudni egy-két olyan dolgot mondani, amit haszonnal fog alkalmazni, aki szót fogad. Akkor most már öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy miről is beszélünk mi. Hát arról, hogy lesz egy előadás. Méghozzá mindenkit szeretettel várnak, nem pénzes az előadás. Nem. Viszont nem férnek be sokan, mindössze 25-en? Maximum ez 25-en. Félelmetesen kis szám, de most még lehet jelentkezni. Igen. Mikor lesz az előadás? Most január utolsó napján, előtti napján, 30-án, csütörtökön, délelőtt 10-től 12-ig. Hát azok, akik otthon vannak olyankor,
és délután 5-től 7-ig azok, akik dolgozó munkaidő után el akarnak jönni, vagy el tudnak jönni, vagy kinek hogy tetszik. Akkor ez már 50 ember, ez már egy kicsit hát, jobban hangzik. Remélem. Viszont pontosítanék, huncut ember vagyok ám én. Szóval valamiért valamit. Én is kérek, nem pénzt, egy kis figyelmet. Addig még van majdnem 2 hét. Addig össze fog gyűlni egy kis kávézac, egy kis tojáshéj, egy kis banánhéj. És tényleg, aki tudja, a szomszédokét is el lehet hozni. Van a Kiskunsági Nemzeti Parkban egy kis tanyám, és én most már 12. éve oda nem tette be lábát semmiféle vegyszer. És különben is a Kiskunsági Nemzeti Park egy bioszféra rezervátum, és a Dunavidéki csatorna mellett vagyunk. És ezt a nem igazán jó földet ezekkel próbálom életképesebbé tenni. Vagyis, ezt mindig is tudták a földdel foglalkozók, nagyon fontos, hogy milyen a komposzt, mi a trágya. És... komposztálok, és nagyon jó komposztom van, hiszen a gyógynövényeknek azokat a részeit, mint más bedarál a dologba, én majd akik eljönnek, meg fogják látni, hogy mi a különbség gyógynövény és gyógynövény között. Hogy látják meg? Meg fogják érezni. Mert kóstolóval egybe kötött? Hát kóstoló is lesz, de egyszerűen rá kell nézni. Igen. Meg kell szagolni, kézbe kell venni, és aki egy pici kis tapasztalata van, az rögtön rájön arra, hogy hát nem minden az, aminek nevezik. Uh-huh. Lehet, hogy az, csak tehát a hatása nem az. Akkor tulajdonképpen mi lesz ez az előadás? Miről fog szólni? Hát nem adtam neki címet, mert ez nem is előadás. Egy ilyen baráti találkozónak tervezem, uh-huh. ahol azok az emberek, akik tényleg csak a hatos csatornától eljöhetnek hozzám, és együtt megbeszéljük azt, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy egészségesebb, hosszabb életű legyen az ember. És akkor én ezt megpróbálom összefoglalni, konkrét életviteli tapasztalatokat, javaslatokat, tanácsokat adok. Ott nem lesz mód arra, hogy a személyes problémákat megbeszéljük, hiszen a többiek addig mit csináljanak, de lehet kérdezni, és akkor én arra megpróbálok válaszolni. Mm. Viszont, hogyha úgy gondolja, hogy komolyabb problémával áll elő, oda úgy is el kell majd hozni olyan papírokat, amit ugye orvosok igazoltak, tehát anamnézist. Most nagyon fontos, hogy lehet regisztrálni, mivel csak ennyien férnek be, valamilyen módon tudni kell, hogy kik azok, akik mennek. Gondolom, hogy ez jelentkezési sorrendben természetesen, történik. Természetesen. Múlt heti rövid kis híranyag kapcsán már jó néhányan jelentkeztek, de én inkább azt szeretem, hogyha inkább egymás ülőbe ülnének, mint hogy üres legyen, mert... Jó, hol lehet jelentkezni? Telefonszámot tudok mondani, 70-es 388 22 44, és akkor én fölveszem, beírom az időpontot délután, és hogyha még egy e-mail címet is ad, akkor küldök előzetesen olyan tájékoztatót, hogy miről lesz szó, meg olyat, amit ha elolvas, jót tesz. Szóval a regisztráció fontos, és ahogy betelt a létszám, nyilvánvalóan jobb, ha minél hamarabb telefonálnak. És ha már itt tartunk, hogy az emésztés, tulajdonképpen nagyon sokat beszéltünk mi erről. De nem eleget. Biztos, hogy nem eleget, és most azért nem is fogunk erről, hiszen meghagyjuk ennek a klubnapnak, vagy előadásnak a témáját. Viszont nekünk még egy pici időnk van, és hát új év van, hogyha elkezdenénk úgy, hogy mi is az aloé, amit mi nagyon sokszor szoktunk emlegetni, milyen növény? Királyi. Aloé maga a sivatag királynője. És ez 20-valahány évvel ezelőtt ismertem meg, és azóta a tiszteletem és a szeretetem egyre nő. Nincs olyan növény a világon. Ugye most már bejártam tornát, baranyát, Dél-Afrikát, Kínát, Amerikát, és nincs jobb növény, mint az aloé, de az Isten szerelmére. Szóval az olcsó húsnak híg a leve. Tehát jól meg kell nézni, hogy melyiket választja az ember, mert mindegyik fog segíteni valamennyit.
De hát én aztán tényleg kipróbáltam szinte valamennyit. Hát eleve az aloénak több mint 200 féle alfaja van. És ebből nem mindegyik alkalmas arra. Meg lehet enni, nem fog tőle meghalni senki, de ne várja azt a hatást, mint az, amelyiket a világ gorcső alá vett most már 40-valahány éve, és bebizonyították, hogy valóban a legjobb. Azt mondják, hogy túlélő növény, és tulajdonképpen mi is azt szeretnénk napról napra túlélni, egészségesebbnek lenni. Hogy ez mennyire így van, Amerikában bemutattak nekünk az aloé ültetvényen egy olyan aloé növényt, ami teljesen el volt száradva, de teljesen. És akkor kihúzták a földből, gondoltam, megy a komposztra, mert arra is nagyon jó. És szedték le ezeket a száraz leveleket, levágták a darabot, beletették vízbe, és én egy hétig voltam kint gyakorlatilag, és ez az első napon volt, és elmentünk, és egy hét múlva ugyanúgy voltak a növények, tehát nem cserélték el, megismert, sőt, le is fotóztam. És egy hét múlva ezek a növények életre kaptak. Tehát ez tényleg egy túlélő növény, mert lám, ez az elszáradás időszak, ez nem egy-két hét volt, ez több hónap. És ő és mégis mindig magához volt benne tér. Igen, egy olyan igen, hát nekem is volt akaró olyan, sejt. Hogy télen a Kossuth-Lajos utcai teraszon vagy erkélyen volt kint, hóette, jégfagyok, stb. Azt hittem, hogy ki kell dobni. És nyáron megajándékozott a hűségével egy gyönyörű szép virággal. Ha hiszik, hanem olyan gyönyörű, hogy le is fotóztam. Úgyhogy az aloé önmagában is egy fantasztikus növény, és tudjuk, hogy tudósok, kutatók egy egész sorát a jó tulajdonságainak ötvözték nem más lehet, növények. Nem lehet elmondani, mi mindenen segít az aloé. Ezt kell mondjam, hogy igen, van olyan, hogy szinte mindenre jó, de erre tudom, hogy a pesszimisták azt mondják, hogy mi mindenre jó, az semmire jó. Hát 20-valahány év tapasztalatával mondom, és sok ezer ember visszajelzésével, hogy igenis, hogy mindenre jó. Mi magunk lepődünk meg a legtöbbször. Persze, ahogy tetszett mondani a főszerkesztő asszony, az aloét is társítani kell mindig valamivel. Na, itt kezdődik a tudás, hogy mivel mit szabad bármivel, csak ahhoz, hogy azt az eredményt kapjuk, ami önnek kell, na, itt kell már a természet gyógyászoknak a tudása, és itt meg is van. És természetesen ebben az évben ezeket végig fogjuk járni, ahogy tettük ezt már sokszor, és igyekszünk Tibor minden tudását átadni önöknek. Kedves nézőink, ezzel vége a Tea Glóriával mai adásának. Én remélem, hogy kellemesen töltötték velünk az elmúlt két órát, hiszen amikor beülnek otthon a jó meleg szobába, akkor kell, hogy egy kicsit kinézzenek velünk együtt a természetre is. Aki úgy érzi, hogy még nem tud eleget adásunkról, annak ajánljuk a weboldalunkat www.teaglóriával.hu, illetve a Facebook oldalunkat, ahol érdemes egy kicsit barangolni, visszanézni a régebbi szereplőket, képeket nézegetni. A telefonszámunk, a műsor állandó telefonszáma 0620, 9-340-330. Ezt reggel 9-től, akár este 9-ig lehet hívni. Próbálkozzanak többször is, igyekszem minél hamarabb fölvenni. Úgyhogy, kedves nézőink, kívánok önöknek kellemes, jó hetet, ha tehetik, menjenek minél többet ki a szabadba. Mi is ajánlottunk ugye egy jó szombati programot a sífutást Alsóörsön, de bárhova menjenek le a Dunapartra, és aztán pedig menjenek haza, és nézzenek meg minket még egyszer. Egészségünkre! Egészségünkre!